hogy miért akarok segíteni a Lepkeháló Közhasznú Egyesületnek. Azért, mert amikor megismertem a célkitűzésüket, megismertem, hogy ők, akik fogyatékossággal, mássággal és hiánnyal élnek, ők szeretnének adni igazából azoknak, akik nem fogyatékosak, nem élnek semmilyen testi fogyatékkal. Rájöttem, hogy mennyire egyszerű és mennyire tiszta is ez a szeretet és ez az adás, ami sugárzik belőlük. Hozzátéve, hogy megismertem Demeter Viktort, aki ennek a közhasznú egyesületnek a motorja. Egy fantasztikus embert ismertem meg benne, amellett, hogy nagyon jó masszört. És ahogy a barátságunk kezdett egyre mélyebbre és mélyebbre, mélyebb szintekre jutni, akkor keresgéltem, és keresni szerettem volna valami olyan verset, amivel igazából el tudnám mondani, hogy miért is értek azzal egyet, amit ők csinálnak. És ezt József Attila fantasztikusan megfogalmazta a Kutya című versében. Úgyhogy most ezt a verset szeretném küldeni mindenkinek. Aki még nem ismeri a Lepkeháló Közhasznú Egyesületet, illetve annak is, aki már ismeri, csak talán egy kicsit mélyebben szeretné megismerni József Attila tollából, az én tolmácsolásomban. Tehát. József Attila. A kutya. Oly lompos volt és lucskos a szőre, sárga láng, éhségtől karcsú, vágytól gírhes, szomorú derekáról messze lobogott a hűvös éjjel fény, futott, könyörgött. Tömött sóhajtó templomok laktak a szemében, s kenyérhéját mi egymást keresgélt. Úgy megsajnáltam, mintha belőlem szaladt volna elő szegény kutya. S a világból nyűvötten ekkor mindent láttam ott. Lefekszünk, mert így kell, mert lefektet az este. S elalszunk, mert elaltat végül a nyomorúság. De elalvás előtt még feküdvén, mint a város, fáradtság, tisztaság hűsboltja alatt némán egyszer csak előbúvik nappali rejtekéből. Belőlünk. Azaz oly igen éhes, lompos, locskos kutya. És Isten hulladékot, Isten darabkákat keresgél. Kérlek, támogasd te is a Lepkeháló Közhasznú Egyesületet. Köszönöm.